Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Elérkezett Családőrzön című műsorunk ideje. Itt vannak velünk vendégeink is, és mondhatni állandó szakértőink. Pap Csilla, életvezetési tanácsadó, párkapcsolati mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntelek titeket. Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház szakmai vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van velünk, nagy szeretettel köszöntjük Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénész szakembert. Én is örömmel szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kicsit meghatottan kezdjük el ezt a műsort, hiszen túl vagyunk advent negyedik vasárnapján, ég koszorunkon, mint a négy gyertya, és hát tulajdonképpen már csak pillanatok vannak hátra szentestéig. Én azt hiszem, hogy amiről beszélgettünk az elmúlt adásokban adventre készülve, hogy mindenki pörög, zörög, hajt, agyal, rohan, talán ilyenkor azért már egy kicsit megáll. Egy kicsit már elcsendesedünk, egy kicsit már otthon van minden, ami kell. Ideális esetben. Már tényleg kezdene arról szólni az év utolsó időszaka, hogy együtt vagyunk, és hogy szeretetben készülünk a díszítésekkel, még az utolsó díszítésekkel, és talán most már a jó illatok is jönnek a konyhából, úgyhogy megpróbáltam magunkat belehelyezni abba a közegbe, ami a családba végül is lehet, de most arra kérem Gábor atyát, hogy az egyházi ünnep keretében helyezze el ezt az időszakot. Hát ahogy mondtad, így a advent negyedik vasárnapja utáni időszakban vagyunk már, gyakorlatilag mind a négy gyertyánkig a fények most már a teljes pompájukban ragyognak. Nekem egyébként ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy olyan szép megint az egyházunk gyakorlata, hogy a két legnagyobb ünnepünk az a fényhez kapcsolódik. Hiszen a karácsonyra készülve egyre világosabb lesz az év legsötétebb napján, gyújtjuk fel a legnagyobb fényeket, én ünnepeljük a fénynek a megjelenését ebbe a világba, és majd a húsvétkor, a húsvéti ünneplés is a sötétben kezdődik, és abban a sötétben lép be a szertartás vezető pape a húsvéti gyertyával, az az egyetlen fény az éjszakában, a sötétségben. Ott is az életet ünnepeljük, az életnek a fénye jelenik meg, és így a karácsonykor is az életnek a fénye jelenik meg, és az ragyog itt közöttünk. Ugye az adventi koszorúnak ez a fényesség, ez a világossága, ez tulajdonképpen ennek az életnek a fénye, a ragyogásnak, a világosságnak a megjelenülése tulajdonképpen. Lehet így is rátekinteni, vagy olvasni ezt a történetet. Arról beszélgettünk az előző adásban, és szerintem minden folytathatjuk most is, hogy azért a karácsony a visszaemlékezés ünnepe is, hiszen ha akarjuk, ha nem, eszünkbe jutnak a régi karácsonyok, és emiatt eszünkbe jut az is, hogy na olyan többet már nem lesz, hogy én nézem csillogó szemekkel, hogy mit hozott a Jézuska kislányként, vagy kisfiúként, és hát ugye a szülők sincsenek ott, ami hát nyilván meghatódást is okoz, de ez így van rendjén. Szükségünk van ezekre az emlékekre, és szükségünk van arra az időre, amikor ezt fel tudjuk eleveníteni. Egyetértetek velem? Abszolút. Hát ugye én nézem csillogó szemmel, hogy az ajándékok, amiket annak reményében oda tettem, hogy örömöt és szeretetet hoz, és az adja a meghatódottságot, mert ugye adni, ajándékozni számomra legalábbis nagyobb öröm egyébként, mint ajándékot kapni, tehát én már jobban szeretek adni. Nyilván gyerekként ugye csillogó szemmel az ember ott várja, hogy mit kap, de szerintem már egy bizonyos kor után nagyon szeretünk adni, szerintem ezt talán mind a négyünkről elmondhatjuk, hogy talán már jobban is szeretünk adni, mint kapni. Nekem még egy szülőm él, édesanyám él, úgyhogy ő velünk lesz, aminek nagyon örülök, és igen, megható ez az ünnep. Velünk vannak a többiek is, valahol igen. Ott bent. Zsuzsi nagyon elhallgatott. Igen. Az én szüleim már ugye nem élnek, a férjem, édesanyja, hál' Istennek, igen. Édesapja is, és nekem ugye már a gyerekek és az unokák azok, akik a családot így jelentik ilyen formában. Nekem nagyon-nagyon fontosak azok a dolgok, amiket én eddig megéltem az életem során, és az igazán meghitt nagy
összeborulós, összebújós együttlétek a gyerekeimmel mindig arról szólnak, hogy ők folyton kérdezik, hogy anyu, és akkor mi volt? És az hogy volt? És akkor mi történt? És akkor ő milyen volt? Egyáltalán a családunknak a története, a családunknak a gyökerek, ahonnan ők jöttek, ahogy szépen összefolynak így a gyerekekbe ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon szépek, és hogyha belegondolok abba, hogy amikor együtt vagyok a gyerekeimmel, együtt vagyunk a gyerekekkel, és akkor én így visszaemlékszem arra, amikor ők voltak picik, és amikor ők mesélik már nekem, hogy anyu, emlékszel, igen, nagyon szegények voltunk, amikor beköltöztünk a vadonatúj házunkba, és mindent beletoltunk abba, hogy legyen egy házunk, és tényleg nem maradt semmi pénzünk, és azt találtam ki, hogy a kinőtt rugdalózóra rávartam a gyerek sapkát, és kreáltam egy arcot, és ezt kitömtem, és két akkora babájuk volt, mint majdnem ők maguk, és ahogy ezt cipelték, és lehetett vele bunyózni, és mindent lehetett vele csinálni. De olyan nagyon sokáig meg volt, és nagyon boldogok voltak vele. És ők hozzák vissza, ezt, hogy anyu, emlékszel? Érdekes, neki mi ez az emlék? Hogy ő valami nagyot kapott, valami nagyon jót kapott, valami puhát kapott, valami anyuszagot kapott. Nekem mit hoz vissza? Hogy volt annyi kreativitásom, lelkem, tudásom, időm, energiám, hogy ezt szépen összerakjam nekik, hogy én tényleg tudjak ajándékot adni a gyerekeimnek. Mert nem az a fontos ugyan, hogy legyen ajándék, de a gyerek először az ajándékozottságon keresztül éli meg azt, hogy valami különleges dolog van. Mert az ölelést, az odafigyelést, a beszélgetést, a mesét, a puszit, azt minden nap megkapja, ez valami jogon jár neki. De amitől különleges, hogy még plusz valamit kap. És karácsonykor ezt a plusz valamit igyekszünk odaadni. Na most az én gyerekeimmel nekünk a plusz az az, hogy ébren tartjuk a családunk emlékét és ezeket a dolgokat. És ez egy nagyon-nagyon elrévedős lettem így nagyon hirtelen, ahogy így belegondoltam, hogy Úristen, mennyi sok élmény, mennyi sok élmény, mennyi nagy merítés, mennyire nagyon szép, békés dolgok ezek. Nem volt mindig könnyű, sőt, de tudtuk szépé varázsolni, és a karácsony fénye beragyogta a legnehezebb zúgokat is, meg a legnagyobb nehézségeket is. Emlékszem például, nekem ott volt egy ilyen hatalmas megélésem egyszer, volt nézeteltérés, összefeszülés édesanyámmal előtte, és így ültem az ágyon, és akkor gyerekek így mindenfélével elfoglalva, és így elrévető, és belém jött, hogy de hát én az életemet az anyukámnak köszönhetem, hát me haragudhatok én rá. Értitek? És ez is a karácsony szentségében tudott csak létrejönni. Annak az a pillanata, amikor átadod magad. Hát ez a megérintettség. Uh-huh. Nekem ez a karácsony. Igen, az adventi csoda létezik, csak nem mindenki veszi észre. Talán mert nem akarja észreveszni. De hogyha belegondolunk a elmúlt adventekbe, akkor mindenki megtalálhatja a maga kis csodáját adventkor is, és karácsonykor is akár. Attól függ, hogy őt mikor ért el. Nekem is vannak ilyen emlékeim. Egyébként van karácsonyi emlékem is, és félek, hogy egy évvel ezelőtt is elmondtam, de most megint eszembe jutott. Az egy nagyon tündéri történet. Édesapám volt, aki összefogta a családot. Ahogy szaporodott a család, a gyerekek mellé csatlakoztak a hozzávalójuk, aztán jöttek további gyerekek. Mindig annyian voltunk 24-én este, ez úgy kötelező volt, hogy akkor ott egy helyen vagyunk, mindenki hozzátette a magáét, és akkor ment az ajándékozás, és a fiam állt a széken, és kamerázta, hogy bontogatjuk ilyen csomagokat, és mindenki vérig volt hatódva az ajándéktól, könnyezett minden, és a fiam egyszer csak megszólt, na most már valaki vegye át a kamerát, én is bőgni akarok. Ez nagyon jó. Mert hogy a karácsony az édes. Akárhogy is nézzük, hozzátartozott, mint ahogy hozzátartozik, legalábbis nálunk magyaroknál ez a hatalmas nagy evés-ivás, ez vajon miért van? Miért kell nekünk az, hogy amellett, hogy együtt vagyunk, szeretjük egymást, betegre enni magunkat? Hát a betegre enni nem muszáj. Ezt nem kell, ez kellene. Az, én próbáltam ezt kitalálni saját magam számára, nem csak így a karácsony, hanem mondjuk leginkább még mondjuk a nagyszüleim nemzedékenél élem ezt leginkább meg.
Bocsánat, aki, neked még él nagyszülőd? Már senki. Már nem. De mondjuk akik most már ilyen 80-as korosztály, vagy a háborús korosztály, vagy nem tudom, hogy hogyan kell ezt jól megfogni. De próbáltam ezt így megkérdezni, hogy miért tömtek bennünket. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez is az életről szól. Tehát, hogy ő, akinek nem volt mit ennie és nélkülözött, ezért neki sokat kell adni ahhoz, hogy engem életben tartson. Tehát ez volt az egyik válaszom mondjuk erre, hogy talán ez is benne volt a maga egyszerűségében, ha a nagymamámat, egyik nagymamámat nézem, de a másik oldalról meg én azt gondolom, hogy valahol az ünnepélyességhez tartozik hozzá az, hogy sok fogás legyen az asztalon. Vagy legalábbis talán sokak számára, de azt gondolom, hogy manapság már egyre kevésbé. Tehát ezen is gondolkodom, hogy vajon most a karácsonyt hányan is hogyan ünneplik, hányan is hogyan főznek, vagy éppen nem főznek, mert azt mondják, hogy ő már ezt nem akarja csinálni, ebben nem akar már beleállni. Ez most már azért a fiatalabb korosztályra jobban jellemző, azt hiszem, hogy neki elege volt ebből a nyüzsgésből, a rohanásból, a nyugalmat akar magának, és akkor inkább elmegy otthonról, elmegy valahova, ahol el tud vonulni mindentől, és ott őt ott kiszolgálják, és akkor hátra tud dőlni, meg tud állni. Erről is beszélgettünk talán lehet, hogy egy jó évvel ezelőtt, hogy így ez azóta is így bennem van, hogy van ez a wellness karácsony kategória most már, azt hiszem, vagy a wellness ünnepekben nem csak a karácsonyra jellemző, hanem amikor 3 vagy 4 napos ünnep van, akkor átalakul egy ilyen ünnepé, de hogy mégiscsak valahol az ünnepnek tehát hogyha meg akarom menteni az ünnepet, akkor gondolhatok úgy is ezekre a történetekre, hogy tulajdonképpen ezek megállási alkalmak, amik kiréptetnek a hétköznapból. És azt szoktam mondani a jegyes pároknak, amikor így külön találkozunk, jegyes oktatáson beszélgetünk, hogy a számomra a házasságnak 3 alappillére közül az egyik a beszélgetés, hogy legyenek kimondva dolgok, a másik pedig az, hogy legyenek ünnepek. És hogy az ünnep az nem csak az, hogy akkor most névnap, születésnap, karácsony, nem tudom, ilyen alkalmak, hanem azok, amikor egy picit kilépünk a hétköznapból, és egy kicsit úgy tudunk egymásra figyelni. És akkor így próbálom megmenteni ezt a történetet, ami most így körülvesz bennünket, vagy sokaknál, vagy sok helyen, mert ez már úgy beindult talán, hogy mégiscsak azért arról szól, hogy akkor ő egy picit addig kilép a hétköznapból. Hogy most van egy alkalom arra, hogy megálljon, és akkor egy picit más csináljon, és töltődjön. És azt gondolom, hogy ugye az étkezések mellett, ahol megmaradt ez a tradíció, hogy nagyot kell, ott meg sokkal inkább talán ez jelenik meg, hogy ez nem olyan, mint a hétköznapokban. És hiába küzdünk mondjuk, anyukát most már sikerült meggyőznöm, vagy meggyőznünk egy családilag, hogy nem kell sokfélét és nagyot csinálni, de hogy mégiscsak az van, hogy akkor az ott úgy ünnepélyesebb, mint egy átlagos nap, hogyha többet teszünk, és abban lehet választani. Igen, de szerintem ebben is benne van a szeretet, hogy nektek főztem, nektek sütöttem, igen, ennyi mindennel készültem. Aztán a feszültség, hogy miért nem eszitek meg. Igen. És ízlik, jó? És én nézem magam tőle magamat, hogy de miért csináltál ennyit? Tehát most akkor... És ebből lesz a betegrelvés, ugye? Igen. Hogy illemből az ember teljesít. Az én nekem rántott hús szagú kell, hogy legyen a karácsony. Azért legyen diónak és a citromnak az illata, az legyen mindenki. A káposzta szaga, legyen a halászlé. Ugye, hogy nem is rossz a káposzta szag. Persze, hogy nem rossz. Hát, egy kis mákos guba. Igen, igen. Az tehát ezeknek lenne, jaj, a mákos guba. Családom története. Jó gombot nyomta meg, úgy érzem. Az én édesapáméknál, ugye ő szintén háború előtt született, tehát akkor volt gyerek, mi volt a nagy csoda, ha mákos gubát tudott főzni az én nagymamám. Ezért ő náluk a karácsony szentségéhez hozzátartozott a mákos guba elkészítése, és amikor az én édesapám megnősült, nővette az én édesanyámat, akkor elindultak a karácsonyi közös ünneplések, és akkor az anyukám meghallotta, 2 külön tájegységről valók, anyukám somogyi lány volt, és meghallotta, hogy neki mákos gubát kéne a karácsonykor. Igen, neki az, na, megcsinálta, apukám maga elé hívta a mákos gubát, összebarátkoztak, és utána nem érdekelte tovább a többi,
És persze jött ez, hogy de megcsináltam, te meg nem eszed meg. És akkor az évek során azért ez úgy megszelidült, és az anyu is rájött, hogy nem kell a, mit tudom én, 20 kifliből csinálni, csak háromból apunak, és akkor még akkor utána marad hely másnak, de megvan a mákos guba. Tehát, hogy igen, ezek a tradíciók, és itt most ez azért lett érdekes, mert a tradícióhoz hozzátartozik az is, hogy mit eszünk. Ugye egyre tudatosabbak veszünk, leszünk, egyre tudatosabbak leszünk, funkcionálisan táplálkozunk, odafigyelünk arra, hogy egészségeset, kinek milyen diéta, stb. No, de azért ahhoz hozzátartozik, hogy az evés öröme az az alap örömszerző tevékenységekhez tartozik. És általában a női lélekhez, nem mindenkinél, az se bűn, ha nem, de azért a nagy átlaghoz hozzátartozik, hogy egyél fiam, egyél lányom, ahogy kajával várjam haza a férjemet. Is, ez egyszerűen belünk nőnkből a táplálás, azt gondolom, ez természetes módon jön. Van is ilyen barátnőm, akinek ez a szeretet nyelve, tehát ő hozzá csak akkor ugorjak be kávére, ha levest is eszek. Tehát, hogy ő ilyen. Tudom, ismerem, így szoktuk meg egymást. Tehát, hogy értitek, hogy azt gondolom, hogy az ünnepben az, hogy közös nagy étkezés van, ez bizony megint alkalmat ad ám arra, hogy egy asztalnál leülve, jól lakottan, oldottan tudjunk úgy együtt lenni, és nagyot beszélgetni, és odaadni egymásnak az aktuális évődéseket, ugratásokat, emlékeket, sztorikat, amitől az egész család így meg tud emelkedni. Mert azért jól lakottan az ember könnyebben érzi jól magát, mint anélkül. Meg evés közben oldottabb is. Tényleg sokkal oldottabb. Tehát igen. Már nem figyelünk annyira, nem modoroskodunk. Előjönnek azok a poénok, mondatok, akármi, ami egyébként nem biztos, hogy. Tehát ez az összeülés, a közös evés, azért ez nagyon sok mindenre jó. Mind a hárman elmondtatok egy mondatot, ami nekem gondolatokat indított el, ugye a jegyes párokat emlegette Gábor atya, a fiatal házasokat, a Zsuzsa, te, a modorosságot. Tudjátok, mivel lehet a karácsonyt elrontani, ha akkor visszük bemutatni a jövendőmérét a családnak. Az senkinek nem jó. Az a karácsony mindenkinek. Megismerj a családot rögtön, az új jövevény, az új pár, és lehet, hogy sikítva rohan, de az is lehet, hogy tetszik, amit lát. De nagyon gyakran válasszák például eljegyzési időpontnak a karácsonyt. Ez nagyon-nagyon sok. Szerintem ez is a régi ünnepkörhöz tartozhat még valahol, most anélkül, hogy én itt néprajzi fejtegetésekbe mennék bele, de az egy nagyon szép alkalom, és az bizony emelni tudja az ünnepfényét, hogyha valamilyen dologhoz kötjük hozzá. Én azt kívánom, hogy találjuk meg mindannyian ezeket az örömöket, mert ez valami gyönyörűség. Én egy kicsit, ha múltba visszatekintünk, sejtem, hogy ez miért van így, hiszen ez volt a másik, amin gondolkoztam, miközben beszélgettünk, hogy milyen jól van ez kitalálva, hogy nem dologidőben van karácsony. Bizony, bizony. Hogy olyankor van karácsony, hogyha a múltba visszatekintünk, hogy amikor ugye a földeken nincs munka, és tényleg van ideje a vidéki embernek is leülni és kikapcsolódni. Már be van takarítva. Igen. Igen, már be van takarítva, már el van rendezve, még nem kell a tavaszi dolgokat előkészíteni. Bizony, bizony, azért ezek az ünnepkörök, az év körnek a napjai, ahogy mennek egyik a másik után, és ahogy történnek ezek a dolgok, nagyon-nagyon bölcsen vannak összerakva. Azt gondolom, hogy a felettünk való azért jól megszervezte az életünket, csak hagyjuk. Most engedjük el egy kicsit a karácsonyt, és ugorjunk egy ünnepet. Nem megyünk messzire, csak a szilveszter és az új év ünnepére. Szoktatok-e fogadkozni szilveszterkor, Gábor Gyabor? Felesleges. Nem fogyunk, nem sportolunk januárét. Nekünk keresztény embereknek van egy nagy előnyünk, hogy kétszer van új év. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag advent első vasárnapjától kezdve, mi már az új évben vagyunk, hogy gyerekek időnként mondták is ott poénként, hogy akkor atya boldog új évet kívánok. Úgyhogy igazából így kétszer-kétszer szilveszterezhetnénk, vagy kétszer kellene új év, boldog új évet kívánni. Tehát volna lehetőséged még egyszer nekifutni, ha az első fogadalom nem sikerül. Ezért is megéri kereszténynek lenni. Látod, figyelj, jó reklám a cégemnek. Változtattál valaha életet január 1-jel?
Na, visszakemmel a pár évet. Aztán megfogtál, egy nagyon fontos dolog volt, amitől megszabadultam, de az nem január 1-jéhez, bár az évkezdethez kötődik, mert hogy szeptember 1-je, ugye mi iskolai munkarendben élünk és dolgozunk, és nekünk akkor is kezdődik egy új év. Tényleg egy harmadik új év. Igen, ugye? És tehát ahhoz kifejezetten tudok kötni szeptember 1-jéhez egy ilyen nagyon nagy fogadalmat, amit azóta is tartok, ez most már tizen sok éve, ez így rendben van. Én nem is azt gondolom, hogy fogadalmakat szoktunk mit enni, hanem tudod mit? Ilyenkor ugye egy kicsit van időnk együtt lenni, végig gondolni, lehiggadni, milyen volt ez az év, mit adott nekünk ez az év, mit hozott tanulságot, mit hozott élményeket, gazdagodást, gazdagságot, fejlődést, elengedést, kitől kellett, mitől kellett megválnunk, hogyan tudtuk ezt az évet szépen egyensúlyban tartani, és ez mindig alkalmat ad arra, hogy célkitűzéseket tegyünk a következő évre, nem is fogadalmakat, hanem hogy ebben az évben ezt szeretném megvalósítani, ide szeretnék eljutni, ez lenne az én célom, ezt szeretném megtanulni, azt kellene kipróbálni. Tehát, hogy ilyen azért van, ezeket így nagyon szépen átbeszélgetjük, és ez azért szerencsés, mert egy kicsit így be is rendezi a következő évet. Tehát egyfajta keretrendszert ad nekünk, hogy itt már meghatározzuk azt, hogy jó, most akkor motoros szán, igen, ebben az évben szeretnék kipróbálni. Jó, akkor most, de bármi, nyelvet, én azt a tanfolyamot akarom elvégezni, én ezt akarom megcsinálni, azt akarom felépíteni. Tehát, hogy ez erre alkalmat ad. Ezek nem fogadalmak, ezek sokkal inkább tervek. De én azt látom ebben, hogyha az egyik évből átfordulunk a másik évbe, visszük magunkkal mindazt a sok tapasztalást, tudást, amit összeszedtünk, azt a sok élményt, azt a sok emléket, és ha valami ebből az évből kimaradt, akkor ad az Isten egy újat, és majd ott megvalósíthatjuk. Már csak az a kérdés, hogy amit nem értek soha, hogy miért ünnepeljük meg, hogy vége van egy évnek? Erre nekem van egy teóriám. Hogy túléltük. Túléltük. Ugye? Igen, van, ezt is túléltük. Még egy évet magunkénak mondhatunk. Így van. Mert a fogadalmakkal én is úgy vagyok, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy milyen hónap és hányadik a egyszer. Szerintem azért jó, hogy van egy ilyen, hogy akkor megünnepeljük az évvégét, hogy sokkal jobb szakaszokat találni ilyen, mert akkor azt mondom, hogy innentől eddig haladtam, ide jutottam, de jó, sikerült, hurrá. És ezt egyéb kisebb időtávokban is megcsináljuk, hogy akkor most két napig nem eszek csokit. Hurrá, sikerült, nem ettem csokit. Akkor két nap után... Te egy hős vagy. De neten van egy ilyen Írkompassz nevű kis ingyenesen letölthető füzetke, egy évtervező, érdemes a 2022-es letölteni, én 19 óta ezt csinálom, és beleírom a terveimet, mert hogy ugye előre tervezünk, előre gondolkozunk, hogy mit szeretnénk. Nyilván előtte van egy summázat, hogy mi az, amit mondjuk kitűztem 2021-re, és ebből mi valósult meg. Mi volt például, azt is érdemes megnézni, hogy már mi volt... Már ez maga a stressz. Igen, de hogy mi volt az, ami rajtam múlt, mert ugye nem mindig rajtam múlik a terveimhez képesti beteljesülés, hanem mi az, ami rajtam múlt. Ami rajtam múlt, ha nem jött közbe olyan külső körülmény, ami ezt megtorpedózta, akkor örülök és pipa. Viszont ami nem rajtam múlt, ugye ott nagyon sok mindennek össze kellett játszani ahhoz, hogy sikerüljön. Tehát érdemes úgy leírni ezt, és azért is javaslom ezt a kis füzetecskét, mert ha most 2021 decemberében vagy 22. januárjában valaki leírja a terveit, de itt mindenre vonatkoztatva család, karrier, munka, pénz, egyéb tervek, tanulás, vásárlás, fejlesztés, bármi, tehát mindenre kitér ez a kis füzet, akkor vissza tudja nézni 2022 év végén, hogy azokból, amit beírt év elején, mi az, ami ténylegesen megvalósult, és mi az, ami még elmaradt, miért maradt el, és nem büntetni magam, hanem azt mondom, hogy lehet, hogy ez már azóta nem is fontos, mert felülírhatom. Ön ismer. Vége. Így van. Sajnos az adásidőnknek. Annyi időnk maradt, hogy mindenki egy-egy gondolattal boldog karácsonyt, vagy akár boldog új évet tudjon kívánni a nézőknek, akkor kezdjük most Pap Csillával. Jó, hát nagyon-nagyon békés, boldog, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, és olyan új évet mindenkinek, amilyet szeretne magának. A legjobbakat. Hát én azt gondolom, hogy a szeretet az belülről fakad mindenkiben, úgyhogy ha megtalálja mindenki a magában lévő szeretett csirákat, akkor ezt ossza szét a szeretteinek,
és készüljön úgy erre a következő évre, hogy reménykedjünk benne, hogy sokkal jobb lesz, mint az előző volt, már csak azért is, mert ami körülvesz bennünket, az néha nagyon megterhelő és nagyon nehéz, de csak bízni tudunk abban, hogy a következő sokkal jobb lett. Áldott ünnepeket kívánok! Én pedig azt kívánom, hogy most ugye az év végénél tartunk, hogyha, és megtörténik ez a bizonyos megállásunk, hogy mi is történt ebben az évben, hogy mindenkit ajánl legalább egy olyan dolgot ebben az évben, aminek tud örülni, amiért tud hálát adni, és hogy ennek az örömében teljenek ezek az ünnepek. És azt kívánom, hogy jövőre, amikor ugyanígy lezárul az év, akkor is legalább egy olyan dolog legyen mindenkinek az életében, aminek tudott és tud örülni, amivel gazdagodni tud. Én is áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek. Az én lelkemet is a hála járta át. Hálás vagyok nektek, hogy együtt töltöttük ezt az egy évet is, és nagyon köszönöm. És hálás vagyok azért is, hogy a Fehérvár Televízió nézői is, hogy velünk voltak. Megígérjük, hogy jövünk legközelebb is. Kellemes ünnepet, szép karácsonyt kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! Viszontlátásra!